Legutóbbi adásunkban arról számoltunk be, hogy pillanatok alatt gyűlt össze az első 1 millió forint azon az adományszámlán, amit a Bonyhádi önkormányzat hozott létre. Akkor a város polgármestere, az alpolgármesterek és önkormányzati képviselők adakoztak. A begyűlt pénzből a bajba jutott családoknak segítenek majd, és a vírus elleni védekezésre is fordítanak belőle. Az azóta eltelt időben pedig újabb 1 millió forint került a Bonyhád összetart néven nyitott számlára. Ezúttal Bányai Béla, bonyhádi vállalkozó nyújtott segítséget a rászorulóknak. Mindenkit érzékenyen érint a mostani helyzet, mondta a több mint 30 éve nemzetközi szállítmányozással foglalkozó cég ügyvezetője. Én úgy gondolom ebben a szokatlan helyzetben, ami most van a világon, ez a világjárvány miatt, fontos, hogy az ember gondoljon azokra is, akik váratlan elesettek lesznek, és akik ezt a krízist nehezebben élik át, élik meg. Függetlenül, hogy a kormány mindenféle intézkedés megpróbál tenni a nehéz helyzetbe jutott emberek megsegítésére, én azért úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek van lehetőségük, és hál' Istennek nekünk most volt, vagy van, hogy segítsünk azokon az elesetteken, váratlan elesetteken, ami a krízis után majd jelentkezni fog. A koronavírus járvány a szállítmányozással foglalkozó cégeket is hátrányosan érintette. Az ebben az időszakban megszokott forgalom visszaesett a veszélyhelyzet miatt, de fontosnak tartja, hogy már most gondoljanak azokra, akik a krízis helyzet miatt várhatóan elesettek lesznek, és lehetőség szerint minél többen cselekedjenek a felkarulásukért. Jó ötletnek tartja a város polgármestere Filóné Ferenc Cibolya által kezdeményezett adománygyűjtő számla létrehozását, amelyre 1 millió forintot utalt, ezzel is erősítve a karitatív akció sikerességét. A polgármester asszonyán beszéltem, miután ő közé tett egy felhívást, illetve megbeszéltem Potápi Árpáddal is, hogy hogy tudnánk segíteni azokon, akik esetleg várhatóan nehéz helyzetbe kerülnek, és ők javasolták ezt a megoldást, és akkor ezt az összeget, ezt az 1 millió forintot át is utaltuk az adomány egy számlájára. Bonyhádi önkormányzat képviselőtestülete is bevont szakértők segítségével, szakmai segítségével fogják ezt az összeget felhasználni. Én ebben teljesen megbízom, úgyhogy ezt az összeget át is utaltuk. Elsősorban nemzetközi fuvarozással foglalkozunk és autójavítással. Ez a krízis, ez a válság, ez hirtelen csapott le ránk, bár azért szerintem számítani lehetett rá. Hirtelen megállt minden, természetesen, mivel mi elsősorban német exportra dolgozunk, osztrák exportra. Ezek megálltak, de azért vannak olyan cégeink, vagy kapcsolatunk, üzleti kapcsolatunk, akik töretlen hittel továbbra is dolgoztak. Így 60%-unk folyamatosan most is dolgozik. Én úgy gondolom, hogy a kormányzati intézkedések, és ez a 60%-os folyamatos működés, ez áthidalja ezt a krízis időszakot, ami várható. Meggyőződésem, hogy mindenképpen el kell indítani a gazdaságot, mert annélkül akkor tényleg lesz a probléma. És abban az esetben, hogyha ha lassabb ütemben is, de várhatóan elindul egy hónapon belül, akkor át lehet vészelni ezt az időszakot, tehát a vállalkozóknak is. Mi nemzetközi fuvarozással foglalkozunk, jelentős problémát okozott ugye a határátlépések, most is vannak a fennakadások, de mivel engedik az árufuvarozást, ezért van esély arra, hogy túléljük ezt a krízist. Elsősorban a bizalom az a legnagyobb probléma, tehát mindenki fél mindenkitől. Félünk attól, hogyha valaki nincsen szájmaszk, félünk attól, hogyha valaki nincs kesztyű, nem is hiszük el, hogy ez várhatóan gyors idő alatt ez helyreállna ez a bizalom. Nagyon nehéz volt például a kezdeti időszakokban a gépkocsivezetőknek parkolót találni, szociális részeket elérni, fürdőbe bemenni. Volt egy időszak, amikor nem is lehetett, ez szörnyű megoldások és jelenetek voltak. Határokon jelentős várakozások voltak, ameddig ki nem derült, hogy tényleg működhet a nemzetközi fuvarozás, a határátkelések elképesztő. Két napot álltunk határon, vagy még esetben többet is, és az ottani szociális körülmények, és hát amik voltak, az tényleg borzasztó volt. De most egy-két órás, néha esetben, hát ez még előfordul, egy 3-4 órás várakozás hegyes halomnál, vagy a cseh-német határon, de azért azt lehet mondani, hogy működik. Lassan is, de működik, és ez most megnyugtató, hogy legalább ez van. Kell megfelelő tőkének is ahhoz lenni, hogy ez a rendszer ez működjön. Természetesen nem mondom azt, hogy bármire van pénzünk, és eddig se volt,
de azért ennyi még mindig van. Remélem, hogy a jövőben is lesz. Támogattuk az Ófalusi önkormányzatot is hasonló összeggel, és támogattuk a Bonyhádi önkormányzatot is ezzel az 1 millió forinttal. A megnyitott bankszámla lehetőséget nyújt mindazoknak, akik a koronavírus járvány okozta nehéz helyzetben pénzadománnyal tudnak segíteni. Az összegyűlt adományt részben a veszélyhelyzetben szükséges védekezésre, részben pedig a járványhelyzet miatt bajba jutott családok megsegítésére használják majd fel.